Jó estét kívánok! Hárman gyűltek ma is össze, hogy a nap négy híréről elmondják, hogy mit gondolnak, ismerjék meg, hogy kik vannak ma itt. Eljött Gréci Zsolt, a DK politikusa. Itt van Kálló Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője, és mellettem Veres Gábor, újságíró. Jó estét kívánok mindenkinek! Jó estét! Elmondom gyorsan a nap kérdését, bár ez majd a műsor második felében kerül elő ez a téma, de gondolják végig, nézzék meg, hogy áll most a szavazás, és hogyha gondolják, akkor változtassanak, vagy erősítsék meg a mostani állást. Szóval, Magyarország az érről a középmezőny aljára csúszott a beoltott emberek számában. Döntően kinek a felelőssége ez önök szerint? Az egyéné, hiszen a lehetőség mindenkinek adott, így véli 28%, a kormányzaté, mert nem tesznek meg mindent a siker érdekében, ebben a pillanatban 72% gondolja így, beszélünk majd erről, ha változtak az arányok, elővesszük ezt a táblát újra, de előtte arról, hogy három ellenzéki miniszterelnök jelölt is árnyék kormányt hirdetett, Dobrev Klára, Jakab Péter és Karácsony Gergely, az árnyék kormány jelentőségéről és intézményéről beszélgetünk ennek a hírnek a kapcsán mindjárt. Miniszteri tisztségemből eredő feladataimat... A felvétel több mint 10 éves. Éppen a 2010-ben kinevezett Orbán kormány teszi le az esküjét az országgyűlés előtt. Azóta Orbán Viktor már 3-szor alakíthatott kormányt. Közvéleménykutatások szerint most az összefogással az eddig szétforgácsolt ellenzéknek esélye lehet arra, hogy 2022-ben kabinetet alakítson. Karácsony Gergely egy háttérbeszélgetésen úgy fogalmazott, hogy van egy kockás füzete, ahol már a leendő miniszterei nevei szerepelnek. Részleteket nem árult el. Jakab Péter a Financial Times-nak pedig egy lehetséges árnyék kormány felállításáról beszélt. Dobrev Klára is szorgalmazza az árnyék kormány felállítását. A DK miniszterelnök jelöltje szerint a 6 pártnak kell egységes kormányt alakítania, de nem zárkózik el a szakértői kabinettől sem. Márkizai Péter szerint csak egy szakértői kormány tarthatja össze a majdani koalíciót. Fekete Győr András az ellenzék győzelme esetén új minisztériumokat állítana fel. Dobrev Klára, Fekete Győr András, Jakab Péter és Márkizai Péter sem adott egyértelmű választ arra, hogy hajlandóak volnának-e a kormányfői poszton kívül más tisztséget vállalni egy új kormányban. Kampányeszköznek ez biztos, hogy jó. Nyilván nem véletlen, hogy 5-ből 3 jelöltnek eszébe jutott, de többe annál. És hogyha igen, akkor mivel? Ez jóval több. Én azt javaslom különben az összes olyan miniszterelnök jelöltnek, aki most versenyben van, hogyha nincsen gondolata arra, hogy 22 után egy győzelem esetén hogyan akarja átvenni az irányítást, esetleg egy árnyék kormánnyal, az most lépjen vissza. Ez két embernek üzen, Márkizai Péternek és Fekete Győr Andrásnak. Ez lesz a... Tehát itt nem csak az a lényeg, hogy egy hihetetlen, erős, durva kampány néz az ellenzék elé, hanem itt a legfontosabb feladat az lesz, hogy egy esetleges áprilisi győzelem után azon nyomba át tudjuk venni azokat a hivatalokat, amivel az országot vezetni lehet. Nem lehet időt hagyni, nem lehet időt hagyni arra, hogy papírok tűnjenek el, bizonyítékok sem is üljenek meg, és nem csak a kormány szinten kell így gondolkodni. Így kell gondolkodni a hivatali szinteken is. Így kell gondolkodni az osztályvezetői szinteken is, és nem arra kell célozni, hogy ki kell írtani mindenkit, hanem tudnunk kell rögtön átvenni egy államapparátust, és gyorsan olyan döntéseket meghozni, ami biztosítja. Tehát ha jól értem, úgy érve, hogy azért fontos, hogy ezek az emberek ott álljanak a rajtvonalnál, és igen, gyakorlatilag igen, azonnal szolgálatba tudják helyezni magukat. Párhuzamos listák készülnek ilyenkor, vagy folyik valami egyeztetés? Mert hogy arra gondolok, hogy valószínűleg az országban nincs nagyon sok olyan megkérdőjelezhetetlen szaktekintély, aki át tudná venni az oktatásügyet, az egészségügyet, a belügyet, nem tudom én. Szóval, hogy valószínűleg ugyanazok a nevek foroghatnak. Nyilván ebben az esetben jelenleg még párhuzamosan futnak a javaslatok, hiszen lesz valaki, aki majd az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje lesz. Végülis az ő feladata lesz ennek az árnyék kormánynak a megnevezése. Nyilván lesznek olyanok, ahol szakértői posztok lesznek, és lesznek olyanok, mert hát ugye a kormányzati többséget biztosítania kell a kormányzáshoz a parlamentben a 6 pártnak, tehát lesznek olyanok, akik különböző pártok delegátjai lesznek ezekben a kormányokban. Dobrev Klára annyira komolyan veszi ezt az árnyék kormány javaslatot, amit egy hónappal ezelőtt megtett, hogy ugye folyamatosan egyeztet
Tegnap például neves közgazdászokkal, az országvezető közgazdászaival egyeztetett. Múlt héten a rendvédelmi dolgozók szakszervezeteivel egyeztetett, előtt a pedagógusokkal, készül az orvosokhoz. Tehát ez egy, a DK számára ez egy rendkívül komoly felkészülés, de szerintem ez egy közös felelősség lesz. Egyetértve a képviselő úrral azt tudom mondani, hogy nem csak föl kell állni a rajthoz majd, hanem nagyjából itt legkésőbb az év végéig mindenkinek látnia kell az összes ellenzéki szavazónak, hogy az ellenzék nem csak úgy beleesik majd egy választási kampányba, hanem pontosan lehet tudni az ütemtervet, hogy mikor, mit kell csinálni. Gábor, és szakértői vagy politikai kormány, melyiket látnak szerencsésebben? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez így hullámzott szerintem az elmúlt években, hogy az ország mit szeretne igazán. Volt egy olyan időszak a 2014 körül, 15 körül, amikor mindenki azt mondta, hogy ez csak egy szakértői kormánnyal lehet legyőzni, és 18-ra meg már az volt a pártok álláspontja leginkább, hogy azért az most akkor álljunk le egy picit, hanem inkább próbáljunk meg politikai kormányokat felállítani, ha majd sikeresek leszünk. De per pillanat azt érzem, hogy ezekben a nevekben, akiket a miniszterelnök jelöltek most maguk mellé próbálnak írni erre a kis kockás füzetre adott esetben, ezek között, ahogy te mondod, András, szerintem számtalan átfedés is tud lenni. Tehát azt gondolom, ha a szakértőket keres egy politikus ma maga mellé, akár kormánytagnak, azokból valószínűleg meglehetősen korlátozott számban áll rendelkezésre az országban, és itt nagyjából azt is el tudom képzelni, hogy ebből biztosan elég lesz az, hogyha tudjuk róla, hogy elvben egyetértünk, és a szakmai kérdések pedig megkérdőjelezhetetlenek vele kapcsolatban. A másik, amit mondani szeretnék, én nem gondolom ezt eszköznek. Minden valamire való miniszterelnök jelölt, a miniszterelnök jelöltsége idején megálmodja, hogy ő kikkel szeretne együttműködni a következő időszakban, többek között azért, amit képviselő úr mond. A másik oldalon pedig azért, mert hogy azokkal az emberekkel is, tehát itt jön talán egy picit a kampány része be, ha kész van egy árnyékkormány, és abban nagyon erős nevek vannak, és maga mellé tud írni olyan szakembereket, akikről ez az ország elhiszi, hogy képesek kormányozni Magyarországot egy kormányváltás esetén, akkor azzal igenis lehet politikai előnyt szerezni. Makacskodom még egy kicsit, és nem azért, mintha én nem látnék jó szívvel megkérdőjelezhetetlen szaktekintélyeket akár miniszteri székbe, de ha a Fidesz elbukja a jövő tavaszi választásokat, akkor nagyon kemény politikai ellenzéke lesz a következő kormány. Nem szakmai ellenzéke, politikai ellenzéke. Szóval, hogy nem kellene ütésálló politikusokat szembeállítani azzal az ellenzékkel. Én sosem értettem egyet, hogy szakértői politikai. Magyarországon minden annyira át van politizálva, hogy a szakértők is előbb-utóbb politikussá válnak. Én ebben nem mennék bele ebbe a vitába. Különbségtételbe? De azért... Igen, felmerül a kérdés, hogy honnan fogunk meríteni. Az ellenzéki összefogásnak mi volt az egyik legjobb és értelme? Az volt, hogy valljuk be, az ellenzéki összefogás nem gigapártok grundolták össze, hanem középpártok a jelenlegi állás szerint. Tehát azért mindenki hiányt szenvedett valamiből, aktivistából, szakértőkből, de most összeadtuk a tudásunkat. És én, ha már ellenzéki összefogás, akkor én egy olyan kormányt szeretnék látni, hogy igen, lehet, hogy Dobrev Kára, lehet, hogy Jakab Péter nyeri meg az előválasztást. De én egy olyan kormányt szeretnék látni, amiben az ellenzéki összefogás is megjelenik. Arányaiban tekintve kapnak a pártok ennyi minisztériumot, annyi minisztériumot, nem kell egy egész kormányt megtölteni, vannak szakembereink. És a másik dolog, ne felejtsük el, hogy 2 évvel ezelőtt volt egy önkormányzati választás, ahol nagy városokat tudott megnyerni az ellenzék. Ezek a városok ma vannak a kormány bosszúállásának a legjobban kitéve, tehát olyan szakemberek dolgoznak ezekben a városokban, akik fel vannak készülve pénzügyi támadásokra, fel vannak készülve politikai támadásokra, fel vannak készülve minden nemű támadásra. Ez szerintem egy olyan merítési lehetőség ezekből a városokból akár szakértőket, akár államtitkárokat hozni, ezek tapasztalt emberek, harcedzett tapasztalt emberek. És ebben is mutatkozzék meg az ellenzéki összefogás, ha már beadjuk az aktivistáinkat, beadjuk a helyeinket, átadjuk egymásnak, akkor ne legyünk fukarak a szakértők kapcsán is. Lesz, van elég háttere ennek az ellenzéki összefogásnak, és fogunk tudni olyan embereket, akár más színűt, vagy
egy DK-s kormányba, vagy egy jobbikos kormányba más pártból bevonni embereket, hogy hatékonyan fogunk tudni kormányozni. De erre már most szakértő, az garancia a hozzáértése. Most az jutott eszembe, hogy Kásler Miklós, tehát van neki orvosi diplomája. Bocsánat, én előbb, én előbb azt mondtam különben, hogy számomra az, hogy valaki politikus, nem zárja ki azt, hogy ő egy jó szakember, és vice versa. Uh-huh. Hát én ezért nem szeretek ebben különbséget tenni. Láthatjuk, hogy Kásler, ugye mindenki azt hitte, édesapám is orvosként. Ő Káslert méltatta, mint orvos. Politikusként, hát láttuk, ő elbukott. De itt a válasz a kérdésedre, hogy igen, hát a szakértők között nem biztos, hogy vannak politikusok. A politikusok között biztos vannak szakértők. És az, itt a Kásler példa az nagyon erős ebből a szempontból. Egy remek orvosról beszélünk, hát valószínűleg életében ebben a szakmában, amihez ő ért, bebizonyította, hogy ő valóban egy jó orvos, de egy pocsék politikus. Én mindesetre annak örülök, hogy már tárcanevek is elhangoznak, mert ez számomra azt jelzi, hogy az Orbán kormány egyik legsúlyosabb kudarc, ez az úgynevezett emberminisztérium, ami alá mindenfélét odatoltak a sporttól, az egészségügytől, az oktatásig, és már nem is jut eszembe, még mi minden van ott, hogy ezeket egész egyszerűen szét kell robbantani. Az oktatásnak oktatási minisztériumra van szüksége, a kultúrának kulturális minisztériumra, az egészségügynek egészségügyi minisztériumra, a környezetvédelemnek meg környezetvédelmi minisztériumra. De nem csak arra kell fölkészülni egy következő kormánynak, azért kell ennek nagyon erős párttámogatással rendelkező emberek, például a kormánytagok, azért legyenek ilyenek, mert iszonyatos nyomás lesz. Tehát itt ismerve a Fideszt, 2002-ben hidat zárt le, 2006-ban pucskísérletet hajtott végre, hát mi lesz itt, hogyha Orbán Viktor újra veszít? Tehát nagyon erős akarattal, nagyon erős hittel kell tudni kormányozni ezt az országot, rendet kell tudni tartani, békét kell teremteni az országban úgy, hogy közben az elszámoltatást is el kell kezdeni, és ez nyilván nem fog tetszeni a Fidesznek és a Holdudvarának, de egy következő kormánynak ez az egyik első és legfontosabb feladata lesz. A Nap híre film előzetese következik, az ősszel mozikba kerül a Gyurcsány film, elindult a filmmel kapcsolatos kampány, és Gyurcsány Ferenc is megnézte a filmet, kommentálta is, hogy milyennek találta íme. Istenemre mondom, nem rossz plakát, de tényleg ekkora orrom lenne? Így kommentálta Gyurcsány Ferenc az Öszödi beszéde utáni eseményeket feldolgozó film plakátját, amelyet az alkotók most mutattak meg a nyilvánosságnak. Reakcióra reakció érkezett a Fidesz frakció vezetőjétől. Kocsis Máté Facebook oldalán azt írta, hiába csodálkozik rá az orr méretére, nem amiatt készül a film, hanem azért, hogy emlékeztessen mindenkit a rendszerváltozást követő időszak legsötétebb éveire. Ezt tudományos szempontból ezt Pinocchio effektusnak hívják, hiszen azt tudjuk, hogy aki sokat hazudik, annak mű az orra. A film producere azt mondta, ez csak viccnek szánta. Azt viszont nem, hogy normálisnak tartja, hogy a volt miniszterelnök foglalkozik a filmmel, és vannak róla gondolatai, bár szerinte azok nem biztos, hogy találkoznak a valósággal. A producer azt mondta, Gyurcsány Ferencet a bemutatóra nem hívják meg, de úgy gondolja, a közönség már nagyon várja a filmet. Reméljük, hogy a mozihálózatok is biztosítják azt a kapacitást, amivel ebben ezt ki tudja elégíteni az igényeket. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy látogatottságú filmnek nézünk elébe. Ceglédi Zoltán viszont úgy gondolja, egyértelműen egy fideszes kampányeszközről van szó, amire, mint mondjam, szokás szerint közpénzt költenek. Pontatlan voltam, mert Gyurcsány még nem láthatta a filmet, csak a plakátját és arról mondott véleményt. Akarnak beszélni róla? Szóval, hogy a Népszava, Népszava azt írta meg, hogy májusban eldöntetett a Fideszben, hogy összegyurcsányoznak mindenkit ebben a kampányban, és ez ilyen szempontból nem csak a DK belügye, hogy például mérik-e azt, hogy mennyire sikeres, vagy mennyit tud ártani egy ilyen Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampány, vagy akár ez a film? Kezded, akkor most a Jobbik vagy a DK kezdje. Már elkezdtem. Ezt tettem én is. Ott van a... itt van ez a film, hagyd ne foglalkozzak a tartalmával. Ennek a filmnek jelen pillanatban a legsötétebb mondani valója az valóban az, hogy 800 millió forint közpénzt herdálunk el kampányra, egy kampányfilmre. Szerintem ilyen drága kampányfilm vagy kampányreklám világtörténelemben nem fordult elő. És nem akarok számosítani, hogy Dunói városban ebből a 800 millió forintból hányszor tudtuk volna közvilágítást kicserélni, amit a Fidesz teljesen elrontott, de ez megengedhetetlen.
és mondom, nem a témáját tekintem a filmnek, hanem az, hogy választások előtt egy ilyen egyórás játékfilmet benyomunk 800 millió forintért mindenki pénzéből, tehát a TK-s, a Jobbikos, mindenki pénzéből, ez egy pénzégetés, ami, ne arra ugyanak, nem akarok senkit megsérteni, de az elmúlt évek nagyon kimagasló filmteljesítményei mellett azért születtek olyan magyar állami gondnokság alatt lévő filmek, amik azért hagytak kívánni maguk után. Félek attól, hogy minőségében ez is egy olyan film lesz. Tehát... A néhány stittet néztem, ezek szépen fotografált képek egyébként, tehát a meló az benne van. Szóval a kérdés valahogy úgy hangzott, hogy mérik-e a hatását, vagy mérhető-e a hatása ennek az egész? Hát... hogy mondjam, szerintem ezt szokták karaktergyilkossági kísérletnek mondani. Hát egyrészt 2006, az, ha jól számolom, akkor 14 éve volt. Az az első választó, aki jövőre elmegy az urnához, az akkor óvodába járt. Tehát körülbelül van egy százezrekben mérhető új szavazóréteg, amelyiknek ez a történet egyrészt nem mond semmit. Másrészt tudjuk, hogy... A Fidesz éles lőszerrel akarta tömegbe lövetni, mint ezt Nyitrai András képviselő volt szíves elmondani, és azt mondta, hogy nem érti, hogy a rendőrség miért nem használt éles lőszer. Tehát a Fidesznek itt van, hogy úgy mondjam, takargatni valója ebben a történetben. Harmadrészt pedig azt gondolom, hogy ez a... Már volt egyszer egy ilyen Gyurcsány film néhány évvel ezelőtt, a kutya nem ment be rá a moziba, most elképzelhető, hogy a Fidesz buszokkal majd beszállítatja az embereket, a Puskás Akadémia buszaival beszállítja az embereket a moziba, hogy nézzék meg ezt a filmet. De hát nagyjából így ránézésre azért a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony aláírásgyűjtés sikerére hajazhat ez a történet, ahol magányos fideszes aktivisták áldogálnak a téren, és a kutya nem megy oda hozzájuk. Én értem a Fidesz szándékát, de a Fidesz annyira magabiztos lenne, és azt gondolná, hogy milyen fantasztikusan sikeres az ő kormányzása, és egyszerűen az egészségügy, és az oktatás, és a magyar gazdaság, és a forint, és a benzinár, és a rezsi, és minden szárnyal, akkor semmi szüksége nem lenne ilyen műalkotásokra, amelyek egyébként azt gondolom, hogy a DK-nak inkább pozitív reklámot fogja. Ennek a filmnek szerintem van egy nagy baja. Több, de mondjuk egy. Hogyha ezt a filmet 2012-ben forgatják le, és azt mondják, hogy ezt az emléket, ami az ő fejükben él egyedül így szerintem, ezt az emléket szeretnék megtartani és egy filmben megcsinálni, azt mondom, hogy akkor ez nem egy politika. Nem egy feltétlenül politikai kérdés. Abban a pillanatban, amikor ez pont egy kampány előtt néhány hónappal megjelenő valami, onnantól kezdve szerintem nincs is miről beszélni. Ez egyértelműen egy politikai reklámfilm. A másik, amit el kell mondani vele kapcsolatban, néztem ennek a szereplő gárdáját ennek a filmnek. Ez nagy szégyenkezés néhány év múlva. Igen, ami rendkívül tehetséges, ám de kevéssé ismert színészek szereplésével zajlik, tehát maga a film. Persze lehet ismerni őket, de mégsem a mainstream játékosok. Nem tudom, hogy... Őze Áronnak ez most lehet, hogy rosszul esett. Nem, bocsánat, ez az igazság. Remek színészek, tehát még egyszer nem szeretném a szakmai kvalitásukat kétségbe vonni. Azt akarom mondani, hogy ezzel a szerepléssel egyszer szembe kell majd nézni. És amikor megtudják, hogy ők, mert szerintem nem tudják, hogy ők mihez adták a nevüket, amikor megtudják, akkor nem szeretnék a helyükben lenni. Annyit még... Nagyon röviden, mert... Nagyon rövid leszek, hogy mi ebbe szereztünk tapasztalatot. Mindig azt hittük, hogy ezek a karaktergyilkosságok, gondoljunk Vona Gáborra, kontraproduktívak. Sajnos nem voltak azok, sem 18-ban. Hát emlékezzünk, hogy miket állítottak Vona Gáborra. Egyelőre a Fidesznek ez a fegyvere, és ameddig 22-ig nem bizonyítunk, addig úgy fest, hogy ezek a karaktergyilkosságok igenis hatékonyak. Tartunk egy rövid reklámszünetet, utána két további hír, fajsúlyosak azok is, szóval érdemes lesz velünk tartani. Jó pofa történetekről beszélgettünk a reklámszünetben Gréci Zsolttal, Kálló Gergellyel és Veres Gáborral, a mai adás vendégeivel. Mosoly még ennek szól, pedig a következő történet az egyáltalán nem vidám, mert
ugyan a magyar miniszterelnökről szól, de bennünket, magyarokat is érint. Én legalábbis azt hiszem, hogy mindjárt beszélünk róla. A Nap mondata következik. A Nap mondatát egyébként Timothy S. történész, az Oxfordi Egyetem professzora mondta, és így hangzik. Orbán Viktor illiberalizmusa valódi veszélyt jelent az Unióra, mert mára a magyar kormányfő lett a szimbolikus vezetője egy másik Európának. A konzervatív, antiliberális, nacionalista, keresztény, szociálisan konzervatív Európának. Attól, hogy valaki oxfordi professzor, és mondjuk önöknek feltételezem, hogy tetszik a véleménye, attól még lehet, hogy téved. András, én tényleg nem biztos, hogy minden néző tudja, hogy ez az ember kicsoda, de én csak nagyon röviden kettő rövid mondatot mondanék róla. Ennek az embernek, erről az emberről született egy szállóige a világban, és azt mondják, hogy vannak történelemkönyvek, amik a polcon vannak elhelyezve, és vannak az S által írt történelemkönyvek, amik meg a döntéshozók asztalán vannak elhelyezve. Azt írta róla a Times magazin, hogy a világ 100 legbefolyásosabb embere között van. Tehát csak azért, hogy mindenkinek világos legyen, hogy ezt az őrültséget kimondta. Jó, hát ezt mondott te, hát mit tudom én, Lewis Hamilton is kis gokárt versenyző lett rögtön, hogy kiállt a melegekért a Magyar Nagydíjon, szóval hát kis történész, hát professzorocska. De hát, hogy Oxfordból egy senki. Ettől még persze lehet, hogy téved. Tehát szerintem ez egy súlyos tévedés. Lehet valaki nagy tekintélyű történész, de szerintem az egészet nem érti. Orbán Viktor nem egy jelentős szereplője az európai politikának. Orbán Viktor egy lúzere az európai politikának, aki az Európai Néppártból, ahol a fősodorban ült a legnagyobb európai parlamenti frakcióban, konkrétan kirúgták páros lábbal, jelenleg éppen fölfüggesztették Magyarország uniós támogatásait, jelenleg éppen azon küzd Orbán Viktor, hogy megpróbáljon valamilyen furcsa frakciót létrehozni, valami félfasiszta, félnacionalista, fél nem tudom, idegengyűlölő néhány európai brigádból, konkrétan a partvonalon áldogál, szétverte a visegrádi négyeket, cseh és szlovák politikusok szólnak be neki a visegrádi államokból. Orbán Viktor nem egy illiberális, keresztény, nacionalista Európa vezetője, hanem egy minden tekintélyétől és európai forrásaitól megfosztott ország miniszterelnöke. Nem a vezér a saktáblán, és még csak nem is a bástya, hanem a, hogy mondják, a futó. Bocsánat, de éppen erről van szó, amit a Zsolt mond, bocsánat, csak egy másodpercet, itt azt írják, hogy Orbán Viktor veszélyt jelent az Unióra, mert mára a magyar kormány fölött a szimbolikus vezetője egy másik Európának. Tehát amit S mond, de van, azt akarja kialakítani, azt éppen ezt a másik Európát építi Orbán, az más, hogy nekünk a mi fogalmaink szerint valóban egy Európa van. Szimbolikus vezetője egy másik Európának, nincs másik de Európa. Mióta, de szerinte mióta, van? Mióta grundolja ezt? Szerinte van. Nekem az a kérdésem, hogy Orbán, ugye igen, látszódott, hogy ő egy új pártcsaládba, új pártszövetségbe gondolkodik, lépése óta legyünk elegánsak, tehát ott hagyta a néppártot. De én azt veszem észre, hogy akik a szövetségesei lennének az Orbánnak ciki, és akit szeretne Orbán a szövetségeseinek, az meg azt mondják, hogy nem, nekem te túlzott vagy. És én azt látom, hogy semmi nem jött össze, semmilyen szövetségkötése nem jött össze eddig, egy-két Olaszországban készült fotó kívül. Tehát semmi nem jött még neki össze, én sem látom azt az óriási felhajtó erőt, hogy itt most megmozgatta, nézzük meg tehát nem látok mellette szövetségeseket, de S. professzornak különben ebben a nyilatkozatában nem csak az Orbán Viktorra vonatkozó kijelentése volt rendkívül értekes, hanem az egész Európai Uniót ő kritizálta, Angela Merkelt kritizálta, és elmondta, hogy igen, az a baj, hogy Angela Merkel sem tudjuk, hogy fog a történelem könyvekbe bekerülni, mert jelen helyzetben mindig megvédi Orbán Viktort. Zsolt azt mondta, hogy Orbánnak valójában nincs szerepe Európában, de hogy nekem meg az az érzésem, hogy viszonylag keveset beszélgethetnek a magyar miniszterelnökkel, mert ő ennek a homlok egyenest az ellenkezője véleményen van. Ma posztolt egy képet, ami gyakorlatilag arról szól, hogy ő védelmezi Európát ismét több milliós migráns hullám ellen. Szegény. Már ott van az új személyes logója, a piros-fehér-zöld V-betűs. Az a legszebb. Mint vesztes. Tehát a szerintem egész egyszerűen ez egy tévedés. Orbán nyilván próbál ilyenek bekapaszkodni, de mondom, nincs súlya Orbán Viktornak Európában. Azt mondta az amerikai választás előtt, hogy nincs más opció, mint Trump. Bukta.
Európai Néppárt, neki ő át akarja alakítani az Európai Néppártot, bukta. Erős visegrádi együttműködést akar, bukta. Most éppen a német kancellárt bukja, aki, mert valószínűleg, ha jelen számok szerint szociáldemokrata kancellár lesz, aki nyilván nem fogja szeretni Orbán Viktort. Szóval ez egy erős túlzás. Orbán Viktor, hát azt kell, hogy mondjam, porszem. Zsolt, az európai politikában. És nem is vitáznék ezen, teljesen egyértelmű. Amit az S. professzor mond, ezt még egyszer mondom, hogy szimbolikus vezetőnek nevezi, nem valóságos vezetőnek az Orbán Viktor másik Európáját. Ennek ellenére. Az, hogy az Orbán szerintem persona non grata lett számtalan ország, számtalan vezetőjénél, akik komoly emberek, azok az elmúlt 10 évben nagyon kevés olyan nagy formátum európai politikus van, aki egyáltalán asztalhoz ült Orbán Viktorral. Nagyon kevés. A legutolsó próbálkozás ez az olasz nacionalista párttal, ez meg tényleg a vicc kategória volt, tehát ez a 464-es számú úttörő csapat fotózkodott a kisdobos csapattal, tehát körülbelül ez történt itt. De ami a sokkal lényegesebb, hogy annak ellenére, hogy az Orbán Viktor valójában egy nem létező szereplője ennek, ahogyan azt a Zsolt mondja, vagy kevéssé létező szereplője, ettől még az Orbán Viktor látszik Európában. Ilyenkor mindig beleütközünk abba a problémába, hogy ez a miniszterelnökről szól, vagy rólunk magyarokról szól. Tehát lehet, hogy holnap ki fog adni a kormány egy közleményt, hogy S. professzor Timothy S. megbántotta a magyarokat. Itt tegyük hozzá, hogy senki ezeket a kritikákat Magyarországon magyar ember ne vegye magára. Nem nekem szól, nem nekünk szól, ez Orbán Viktornak szól. És S. professzorba még egy dolgot azért ebben lehetne idézni, hogy ő nehezszel az Európai Unióra, hogy ennek ellenére több milliárd euróval támogatják Magyarországot. Ez itt egy, szerintem ez egy olyan vonal, amit nem szabad átlépni. Tehát az a pénz, az nem Orbán Viktornak jár, hanem a magyar embereknek jár, és járjon is. Viszont az Unió tehetne arra lépéseket, hogy ezeket a pénzeket jobban ellenőrzi, amit jelenleg nem tesz meg szerintem. Hát odáig kéne eljutni, hogy beengedjük az Európai Ügyészséget Magyarországra, ezt mondom, és ez nem Magyarországra vonatkozni ez a törvény, hanem meg kell mondani, hogy aki ezentúl Európai Uniós pénzt, forrást szeretne, az szépen elfogadja azt, hogy az Európai Ügyészség ezek fölött, az Európai Uniós eurók fölött felügyeletet tarthat. Az hagyján, de politikus, kormánytag, miniszterelnök nem pályázhat. Sem a rokonai sem pályázhatnak. Nem, hogy nem pályázhatnak, nem nyerhetnek, még csak nem is pályázhatnak. Ez egy új szabálya lesz a következő kormánynak. Mai utolsó hírünk a 24.hu egyik címe, ez volt a cím, kudarc a kormány oltási akciója. Ez persze lehetne egy hangzatos címadás, de a lap alábontotta az érvelését friss járványügyi adatokkal. Ime. Ez már a Miskolci Egyetem épülete. Hallgatók lépnek ki az ajtó maszk nélkül. Ennek használata az intézményben nem kötelező, ahogyan az oltás is csak az egészségügyi karon előírás. Már az ajtónál a maszk használatára figyelmeztetik azokat, akik a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi karának épületébe szeretnének belépni. Az egészségügyben, orvos egészségtudományi képzés során abban résztvevők veszélyt jelenthetnek a páciensek számára, tehát mindenképpen szükséges, hogy az oltást felvegyék. Nálunk a tanévet csak az kezdheti meg, aki az oltást felvette vagy felveszi. Közleményükben ezt azzal indokolják, hogy gyakorlati oktatás nélkül a képzés elképzelhetetlen, ekkora hallgatók betegekkel találkoznak. Úgy fogalmaztak, idézem, nem megengedhető és az elsősök fogadalomtételével összeegyeztethetetlen, ha veszélyeztetik kiszolgáltatott embertársaikat azzal, hogy nem tesznek meg mindent saját és környezetük védelme érdekében. Hozzátette, közel 100%-os az átoltottság a hallgatók körében. Azoknál, akik valamilyen megalapozott egészségügyi ok miatt nem vehetik fel az oltást, 5 naponta térintésmentesen antigéntesztet végeznek. A Semmelweis Egyetem egyébként a kötelező oltást, mint egészségügyi intézmény tette kötelezővé, egyébként szerintem helyesen. De igazából amiről beszélni szeretnék az, és ez kapcsolódik a cikkhez, hogy az utóbbi hetekben 4000 alá esett a hetente. 4000 alá hetente új beoltottak száma, ami szerintem elkeserítően kevés. És közben meg azt lehet tapasztalni, hogy egyre nagy a feszkó, és itt tulajdonképpen itt vissza lehet csatolni az egyetem ügyére, tehát hogy egyre nagyobb a feszkó a beoltottak és az oltatlanok között.
Tehát ugye kezd kialakulni egy ilyen kétsebességes társadalom, amiben van egy csomó igazság és egy csomó igazságtalanság. Tehát lehet-e ebbe valahogy igazságot tenni? Annak fényében izgalmas. Egyszerűen itt beszéltünk róla, emlékszem. Ugye az történt, hogy a minisztériumnak nevezett Kásler-féle, nem tudom micsoda, az kiadott egy olyan intézkedési tervet, hogy a házi orvosok keressék fel, épp a Komáromi Zolival beszéltünk erről, házi orvosok keressék fel az oltatlan nyugdíjasokat. Menjenek. Most történik, és igen. Így jön össze 4000 új oltó. Ezt akarom mondani, hogy ugye elmentek a házi orvosok, kimentek a praxisból, ahogy a Komáromi doktor mondta, elmentek, bekopogtattak, megmondtuk, hogy ez lesz az eredménye, tehát ezt mindenki tudta, hogy valószínűleg körülbelül ide fogunk eljutni. És emiatt sok más betegséget ott hagyták, így van, ott hagyták a praxist, nem tudták ellátni a számtalan beteget, aminek egyébként lesz egészségügyi következménye, vagy lehet egészségügyi következménye, hova tehát ki tudja, hogy kit ért akkor és mi. És ilyen az eredmény. Na ez a bukás, ezt hívják bukásnak. Van itt egy másik aspektusa is a dolognak, hogy elfelejtettünk egy részt, hogy kezdődik a kampány. Na most akkor, amikor tényleg minél több embert úgy be kéne oltatni, és a kormány elindít egy, hogy hívják, hacacáré, vagy őszi hacacáré, 130 helyszín, több ezer résztvevő. Hát aki otthon volt, és eddig gondolkodott az oltáson, elgondolkodik, hogy tehát akkor most lesz negyedik hullám, hiszen most végigbulizzuk az őszt. Tehát itt a kormány egy ilyen lépéssel szerintem növeli a bizonytalanok arányát, mert megkérdőjelezi, hogyha a kormány, aki eddig védett engem, aki eddig mondta, hogy vegyétek fel az oltást, hisz ez mekkora veszély, tart egy országos bulit, zárójel kinyit, különben csak kormánypárti településeken, zárójel bezár, tart egy ilyen bulisorozatot, persze, hogy elbizonytalanodik az ember. És okkal bizonytalanodik ez az ember, mert aki eddig azt mondta, hogy micsoda veszély van, bulit tart. Hát akkor miért vegyem fel az oltást, inkább megyek bulizni. Zsolti a szó, de közben megmutathatjuk a nap kérdését és az arra adott válaszokat. Ugye arra vonatkozott a kérdés, hogy a csökkenő oltási hajlandóság az önök szerint az emberek, az egyének felelőssége, vagy a kormányzaté. Úgy látom, hogy nem változtak az arányzatok, a döntő többség azt gondolja, hogy ez a kormányzat felelőssége. Holott hát lehet azt mondani, hogy hát az egyéné is, hiszen a lehetőség mindenkinek adott. Igen, mit tehetne még a kormányzat? Én kezdem egy kulturális érdekességgel. Azt tudtátok, hogy a Hadszacáré című kifejezést, azt G. Dénes György találta ki. Egy Fégyes Szabocs dal, ez a bizonyos Hadszári, Hadszacáré. Ellenem a éjjel. Igen. Tehát onnan van a kifejezés. Egyébként G. Dénes György ebben zseniális volt, a Csini Baba kifejezést is ő találta ki, tehát ez nem létezett, amíg az a bizonyos dal meg nem született. De visszatérve az oltásra, tehát én azt gondolom, hogy itt egy ilyen probléma állt elő, zavar van az Orbán rendszerben, mert egyrészt teleplakátolja az országot Merkeli Bélával, hogy az oltás működik, az ország működik, de közben azt érezzük, hogy nagyon kevesen akarnak már oltani, vagy fölvenni az oltást. Nagyon kevesen vannak, akik harmadik oltásra hajlandóak, mert azt mondják, hogy én ezzel a kettővel készen vagyok, megkaptam a két kínait, nekem azt mondták, hogy az jó lesz, olvasom ugyan, hogy nem, és lehet, hogy nem is tudja, hogy esetleg mondjuk veszélyben van. Tehát a beoltottak között is lehetnek százezrek olyanok, akik valójában veszélyben vannak. A kormánynak egy nagyon erős oltási kampányt kellene folytatnia, és nem szétvizezni. Politikamentesen. Igen, politikamentesen, és nem szétvizezni, hogy egyszerre van eucharisztikus kongresszus, egyszerre van Hadszacáré, 50 ezer néző a Puskás stadionban, és közben pedig nő az esetszám, és nő a halálozás. Tehát itt az időfogságában is van az Orbán kormány, meg abban is, hogy nagyjából elérték azt a szintet, ahonnan már többen nem nagyon akarnak oltást fölvenni, pedig szükség lenne rá, én azt gondolom. Zsolt használta azt a kifejezést, hogy az időfogságában. Egy szakember pedig azt mondta, hogy a szakma került a politika fogságába. Tehát, hogy gyakorlatilag a járványügyi szakma sokszor felülírják az ő tanácsaikat, vagy véleményüket a politikusok. Ez azért egy őrült nagy felelőtlenség. Nem sikerpropaganda kell. Hát meg össze beszélnek, az egyik ezt mondja, a másik. Simán kommunikáció kéne, amivel az embereket meggyőzzük, hogy menjenek el. Józsefvárosban épp ma született egy döntés arról, hogy
hogy oltási támogatás, egészségügyi támogatás 10 000 forintot kapnak azok, akik bizonyos feltételek mellett felveszik az oltást, és abban maradt a testület, hogy 24-én visszatérnek ennek az elemzésére. Az egy érdekes példa lesz, hogy olyan ebből mi fog következni, többen lesznek-e vagy kevesebben, de az nekünk is ad majd egy támpontot, hogy az ilyen dolgokat hogyan ítéljük meg. Ez volt már a végszó. Köszönöm a beszélgetést Gréci Zsoltnak, Káló Gergelynek és Veres Gábornak. Önöknek meg a figyelmet, most szokás szerint híradó, és aztán egyenes beszéd, és hadd kampányoljak egy kicsit az egyenes beszéd után következő Vox 2022 műsornak. A mai témánk az lesz, hogy hogyan lehet Magyarország egy sikeresebb és boldogabb ország. Érdemes lesz megnézni. Minden jót, viszontlátásra!